Már egy nagyon különleges dolgot hoztam el nektek, a Bach virág terápiának egy különleges termékével ismerkedünk meg, mégpedig ez a Rescue. Kriszti barátnőm jött el, és Orsi, akik mind a ketten használják, sőt, Kriszti ennek a Bach virágcseknek a nagy tudója, úgyhogy majd őt fogom kérdezgetni, hogy mi is egyáltalán ez a Bach virágterápia, egy pár szóval, ha elmondanád, hogy miről van szó. Nagyon szívesen. A Bach virágterápia az egy közel 100 éves hagyományra visszavezethető terápia, amit egy angol orvos, Bach doktor fejlesztett ki, és ő rájött arra, hogy az érzelmeink milyen hatással vannak a fizikai állapotunkra. Hogyha ezeket kezeljük, akkor a fizikai problémánk is, mondjuk amikor gombóc van a torkunkban, vagy összeszorul a gyomrunk, akkor ez megszűnik. Tehát azt mondta, hogy például ez a Rescue csepp, ez kimondottan arra jó, hogy izgalmak előtt, vizsga előtt, esetleg egy olyan élethelyzet előtt használjuk, amikor ez segíthet. Igen, pontosan. Vagy iskolában, dolgozatírásnál, vagy munkahelyen, bárhol, amikor olyannal szembesülünk, hogy stressz van, hogy izgatottság van, vagy azért, mert félünk valamitől, vagy azért, mert már megtörtént velünk a baj is, és a mindennapi harmóniánkból kizökkent. Hát nem árulok el titkot, én ezt a szert már használtam, mégpedig egy repülőút előtt, de mivel repülően nem lehet felvinni ilyen folyadékokat, ezért én ehhez a kis cukorkához folyamodtam. Ez ugyanolyan hasznos és ugyanolyan jó, mint ez a csepp. Igen, ugyanannyi adag van benne. Ez egy nagyon finom cukorka, négyféle ízben. Finom volt. Négyféle ízben lehet kapni. Citromos, vörös áfonyás, bodzás áfonyás, ez pedig a fekete ribizlis ízű. Ezt nem lehet abba hagyni, de ebből is megvan az, hogy mennyit kell beszednünk? Vagy alkalomszerűen mindig egyet kell elszapogatni. Túladagolni nem lehet? Nem lehet. Nem lehet. A Bach virág terápiára egyébként alapvetően jellemző, hogy ez nagyon szelíd, jódmód, és nem lehet túladagolni, nem lehet hozzászokni. Bármilyen más egyéb módszerrel, gyógyszerrel, tehát a nyugati orvoslással is együtt lehet. Tehát ez egy természetes nyugtató, úgy is fölfoghatjuk, így, ugye? A gyerekeknek is adhatunk, ugye? Orsi, te ezt próbáltad? Hogy... Igen, én a Krisztal révén is megtettem meg egy terápia kapcsán a bakvirág eszenciákkal. Nagyon különleges keveréket készített nekem, de ugye gyerekeket beültetni egy terápiára és órákon át beszélgetni velük, ez inkább az anyukák dolga. Úgyhogy nekünk a Rescue nagyon sokat segített. Hogyan adtad a gyerekeknek ebbe a kis finomságba? Hát a cukorka egy gyereknek az nagyon menő. Én inkább azt mondtam nekik, hogy ez egy pasztilla, ez egy különleges dolog, és igyekeztem ezt az alkalmat különlegessé tenni. Egyrészt a hozzászokás, tehát hogy ne legyen ez annyira természetes, hogyha bármi történik velünk, akkor azonnal ehhez nyúlunk, hanem inkább tényleg megadni a súlyát annak, hogyha valami baj van, ugye egy anyuka és egy gyerek folyamatos olyan érzelmi ingadozásokon megy keresztül, hogy az egyik pillanatban még minden tökéletes, a másik pillanatban ugye van egy nagy esés, és akkor sírás, rívás, olyankor mindig ehhez nyúltunk, és hozott is egy ilyen elsimulós, nagyon kellemes állapotot. Tehát hatott. És abszolút hatott. Leginkább az anyukára hat, hogy ha a gyerek rendben van, akkor anya is rendben van, úgyhogy dupla hatást tudok ezzel elérni. De azt is elárulom, hogy én a kutyáknak is adtam, tehát például a szilveszterkor, amikor ilyen nagy tűzi játékok vannak, egy pár cseppet tettem. Jól csináltam? Jó, nagyon jó. Kenyérre, és akkor azt így próbáltam a szájukba betuszkolni. Igen, de nagyon praktikus egyébként pont ez a spray, amit fogsz. Igen, mert hogy ezt a kuny az állatoknak az inyére felhúzva rá lehet fújni, de enni valójába, bármibe, vagy macskáknak a mancsára, mert lenyalja onnan, vagy fületövére csöpögtetve, nagyon jó hatása. És sőt, én még azt is hallottam, mert mesélted, hogy ezek a Bach virágterápiának olyan híre van, vagy olyan erős a marketingje, hogy Amerikában, mert te meséltél el, hogy volt egy eset, ahol az adóbevallásnál, vagy hogy... Ja, igen, hogy ezzel csináltak egy reklámot, hogy ugye egyrészt türelmeseknek kell lenni az embereknek, mert órákat állnak sorban, mikor benyújtják vagy feladják postán az adóbevallásukat, és ezek apropóján készítettek egy reklámot Amerikában, a Rescue-val, hogy mennyire segíti őket, hogy türelmesen, nyugodtan végigállják el a sort, mire oda jutnak, hogy fel tudják adni. Mondtál valami egészen újdonságot, ezt elárulod nekem? Igen. Melyikre gondolsz, ez az új termékünkre? Igen. Ez még nem kapható jelen pillanatban.
De majd. De ugye majd. Csak napok kérdése. Igen, napok kérdése. A gyerekek itt rögtön elkaptál. Igen, ez napok kérdése. Ez a Rescue Plus készítményünk, ami egy cukorka, amiben B5 és B12 vitamin is van egyébként, ami az idegekre nyugtatólag hat. Ugyanaz a funkciója, mint bármelyik más. És egyébként, hogy ezt bevegyünk egy patikába, akkor így kérjük, hogy Rescue cseppet kérünk? Vagy első segély csepp? Rescue kérni? Vagy első segély, igen, nagyon fontos ugye, hogy az eredeti Rescue első segély készítményekhez mindig a sárga szín társul, és az egyedi cseppekhez pedig Bach doktornak rajta van az aláírása, ez garantálja az eredetiségét. Egyébként ebből az öt egyedi eszenciából van összekeverve a Rescue első segélykeverék. Na hát nagyon köszönöm nektek, most még egy olyan érdekességet fogunk megmutatni, hogy a gyerekek kipróbálják, megmutatják, hogyan kell belecsepegtetni vízbe, hogy tényleg gyerekjáték ez a Rescue használata, hogy mindenki lássa. Köszönjük szépen, és használjátok! Köszönöm nektek is! Köszönjük.